Hát én néprajzkutatóként mindig is azt vallottam, hogy kutatjuk az egész 20. századot, és nekem szívem csücske a szüleimnek a korszaka, a 60-as, 70-es évek, és tavaly, amikor még dolgoztam a Makói József Attila Múzeumban is, akkor a kollégáktól kaptam szakmai segítséget abból, hogy összegyűjtsük ezeket a ruhákat, illetve a város lakóitól. Összegyűjtöttük Makón a ruhákat, és úgy gondoltuk, hogy az idén Csongrádon is felvonultatjuk. Ehhez jött még az egyik volt lelkes dolgozónknak, Kókai Józsefnének az anyaga is, ami szintén bemutatásra került itt most a múzeumok éjszakáján. Melyik kornak a ruhái kerültek most bemutatásra? Hát konkrétan inkább a 70-es éveket mondanám, mint a 60-ast. Ezek nagyon jó állapotban megmaradtak, lévén Jerseyből készültek is, ez egy örökérvényű anyag. Ezt nem eszi se a moly, se az egér, úgyhogy ezek az anyagok kerültek itt bemutatásra. Mi volt a bemutatásnál a szempont, miket szerettek volna szemléltetni a kornak, mely érdekességeit inkább, vagy inkább különlegességeit, vagy az átlagviseletet? Mind a hármat egyben, és tulajdonképpen a lányok választották ki maguknak a ruhákat. Több próba előzte meg ezt a mai bemutatónkat, és rábíztuk a lányokra, hogy kinek az egyéniséghez milyen ruha illik. Hol hallottál arról, hogy a mai estére modelleket keresnek korábbi divat bemutatására? Hát elsősorban ott hallottam, hogy egy csoportot nyitottunk az egyik közösségi oldalon, és itt írtak egy üzenetet nekünk, hogy a közösségi munkát, amit ugye nekünk kötelező elvégeznünk, kapnánk órát erre, és még másodszorban onnan is, hogy itt nem a múzeumból vannak ismerőseim, és szóltak, hogy lehetne jönni segíteni, és akkor szívesen elvállaltam, mert nagyon érdekelnek ezek a ruhák, és nagyon szépek is. Ugye ennek a kornak a meghatározó anyaga a jersey volt. Milyen viselet ez egy mai fiatal lánynak? Mennyire kényelmes, vagy esetleg kényelmetlen? Hát mindenképpen azt tudnám mondani, hogy érdekes, mert főleg ebben a gyors öltözésben ugye nagyon gyorsan kellett átöltöznünk, de igazából nagyon jó anyag, szóval érdekes viselni, és nagyon jó állása van, és gyönyörű ruhákat is kaptunk ebből az anyagból. Tehát szerintem jó érzés volt őket viselni, kicsit talán melegebbek, mint a mostani ruhák, de amúgy nagyon szépek ezek a ruhák is, igen. Mennyire tudtál azonosulni ezzel a korral, hiszen a zenei aláfestés is ezt a kort tükrözte, a ruhák is, szinte mindennek meg volt a hangulata. Igen, hát én teljes mértékben tudtam főleg erre a fél órára azonosulni. Az előtte lévő próbákon is már próbálkoztunk a lányokkal így szellemülni végül is, átszellemülni, de most sikerült főként. Szóval a hajunk is ezt a kort idézi, a ruháink is, és ugye a zene is, és szerintem nagyon jól sikerült ez az egész, és örülünk, hogy így sikerült. Délután 4 óra óta zajlik folyamatosan a Múzeumok Éjszakája programsorozata. Most mit láthatnak a mozimenze elé látogatók? Hát tulajdonképpen az est talán leghosszabb műsorszáma következik lassan. Ez egy hagyományőrző Szent Ivánéi mulatság lesz. Népzenészekkel, hagyományőrzőkkel felelevenítjük a régi népi szokásokat, melyeket ebben az időben tartottak eleink. Évről évre színesedik ez a program. Az ideit miköré sikerült felépíteni, hogy így fogalmazzak? Hát idén egy pályázatot adtunk be, 3 település, Csongrád. Azért mondom magunkat először, mert mi adtuk be a pályázatot, tulajdonképpen mi vagyunk a főszervezők, Szentes és Szegvár. Egy közös programmal, programsorozattal készültünk, de ezt megelőzően egyébként, hogy így visszafele haladjunk, Fodor Péter tartott egy előadást a csongrádi zsidóság történetéről, melyhez kapcsolódott egy biciklis kirándulás is, ami pedig egy új szolgáltatásunkat igyekezett népszerűsíteni, miszerint hát a nyár folyamán egészen őszig kerékpár kölcsönzést szeretnénk végezni. Nem igazán kerékpár kölcsönzést, hanem tulajdonképpen a helyi értékeknek, a Csongrád város nevezetességeinek kerékpáros meglátogatását szeretnénk népszerűsíteni, amelyhez mi adunk biciklit is, mindenféle felszereléssel együtt természetesen. Nem ez az első Múzeumok Éjszakája. Mi a tapasztalat, mennyire kitartó a közönség? Bírják-e éjfélig, egyre többen lesznek, vagy azért fogyogatnak, vagy folyamatosan jönnek és jönnek? Az a tapasztalatunk, hogy egyre jobban érdekli a közönséget. Az egésznek van egy országos kampánya is, abban is népszerűsítenek minket, de hát természetesen ugyanebben az időben szinte az ország összes múzeumában valamiféle
rendezvény zajlik, úgyhogy nyilván aki ma teheti, az mindenki menjen múzeumba. Honnét érkeztek, és a mai estére milyen formációba álltak össze? A mai este egy Szent Iván ünnepet fogunk tartani. Ezt a leányom fogja celebrálni, én Kunszentmártonból jöttem, Virág Tibor barátom szegedi, Csák László pedig csongrádi illetőségű. Mit takar ez a szó, hogy Szent Iváni rítus? Szent Iván János, Szent János, keresztelő Szent János születését jelenti. Maga a rítus az ugrással akkor került kapcsolatba, amikor Szűz Mária, amikor áldott állapotban volt, fölkereste Szent Erzsébetet, és Szent Erzsébet méhében a kicsinke magzat János hármat ugrott örömében, hogy a megváltó közelbe került. Ennek az emlékére ugorjuk a Szent Iványi tüzet. Úgy látom, hogy itt a tűz már meg van rakva, de nem akármilyen tűz, hiszen virágokkal, koszorúkkal, ágakkal van tűzdelve. Mit jelképeznek ezek a tárgyak, vagy ezek a növények? Hát a világ közepét, mert az ma este itt van Csongrádon, és a világ közepe az láthatólag négyes osztatú. Északról, a hideg tájról állnak a házas emberök, akik ugye hideg fejjel gondolkodnak. Téli oldalon a tűzben az asszonyok vannak, napkeleten a legények, s napnyugaton pedig a leányok. A tűznél három áldozati koszorú van, ugyanis Szent Ivány tüzébe testet búzaképében, vért szőlőképében és szerelmet rózsaképében áldozunk. Ott még látható háromféle gyógynövény, bojzing, lencsevirág és aranyfejő fű, ami az ökörfarkóró, az aranyfejő fű, a lencsevirág az orgona, a bojzing pedig a bodza, és ezeket gyógynövényként fogjuk a gyógyító hatásukban megerősíteni Szent Ivány tüzének füstjén.